utánpótlása Berendszeresnek nagyon szép eredményt érte a hétvégén Szarvason. Tomi, mi történt, mi művészeti vezető, kommentár, légy szíves. Az elmúlt időszakban a Berendszeres Néptáncos utánpótlás csoportja elég sokat dolgozik ilyen műsorokra és versenyekre készül föl. Többek között ezt megelőzően egy országos néptáncversenyen is részt vettek, amin ugyan eredmény nem értek el, de nagyon-nagyon szépen szerepeltek, nagyon jó kritikákat kaptak a szakmai értékelőbizottságtól. Most hétvégén pedig 24-én Szarvason rendezték a Békés megyei szakmai fórumunkat, amit a Békés megyei Néptáncosok Szövetsége szervez, és itt sikerült aranyminősítést szerezni, ami a legkiemelkedőbb minősítés a Békés megyei együttesek közül a saját korosztályban. Ezek 4.-5. osztályos gyerekek, akik a művészeti iskola 2.-3. évfolyamos néptáncos növendékei. Mozgalmas napok állnak a Berendszeres együttes előtt is és után is. Mi történik az együttessel? Az együttes nagyon sok felkérést kap a szokásokhoz híven, tehát pont az imént állítottam össze egy beszámolót a Bagoly László igazgató részére. 46 fellépésünk volt eddig ebben a szezonban, amelyek 13-14-es tanév eddigi része. Tehát nagyon-nagyon sok műsorunk van. Műhely munkát folytatunk, egy újabb Békés megyei magyar táncanyagok feldolgozásával foglalkozunk, ami a szekhalmi magyar táncok. Remélhetőleg a Berendszeres gálán ez már látható lesz. A Berendszeres gála időpontja egyébként június 27-e. A hagyományokhoz híven a B-tazen keretein belül fog zajlani, és nagyon szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ezen kívül még egy fontos esemény az, hogy a törökországi Isztambulba kapott meghívást az együttes, és egy nemzetközi néptánc fesztiválon fogunk részt venni június 12 és 18-a között.